Falugyűlés keretében beszéltek sérelmeikről a ditróiak, a helyi pékség pedig eltekintene további külföldi vendégmunkás alkalmazásától. A legnagyobb székely Orbán Balázs halálának 130. évfordulójára emlékeztek a gyergyószentmiklósiak. A Tusnádfürdői és Gyergyószárhegyi teremtornákkal elkezdődött a 2019-2020-as Hargita megyei teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. Köszöntöm nézőinket február első fénypontjának kezdetén, híreinket látják, jó estét kívánok! Pénteken rendkívüli tanácsülésen két határozat tervezetet hagyott jóvá a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület. Mivel még nem fogadták el az idei költségvetést, de szükség van arra, hogy az Építők utcában létesített szabadidőpark önrészét átutalhassák, a korábban megszavazott hitelkeretből 39.700 lejt erre költenek. Ezt az összeget a minisztériumtól kapott 440.000 lejjel együtt utalják a kivitelezőnek. Ugyanakkor a Fejlesztési Minisztériumtól több beruházás társfinanszírozására beérkezett 1.334.000 lejt is 10 napon belül, tehát a költségvetés elfogadása előtt továbbítani kell célirányosan annak érdekében, hogy ne essen el ettől a támogatástól a város. Mintegy 300 helyi lakos jelenlétében zajlott le szombaton a falugyűlés Gyergyó-Ditróban. Ennek keretében sérelmeiket fogalmazták meg a jelenlévők a ditrói pékség tulajdonosával kapcsolatosan, és petíció megfogalmazását kezdeményezték, melyet a cég vezetőjének szándékoznak átadni. Mivel a vállalkozó nem volt jelen a gyűlésen, levélben közölték, hogy a srilankai vendégmunkások nem fognak a községben élni, és eltekintenek a további külföldi vendégmunkások alkalmazásától, ha a fél éven belül találnak helyben munkaerőt. Puskás Elemér Gyergyó-Ditró polgármesterének kezdeményezésére hívtak össze falugyűlést szombaton, annak érdekében, hogy az azt megelőző napokban kialakult helyzetet megoldják, és tisztázzák a községet ért vádakat. Mindenki mondja ki, indulatmentesen, mondjuk ki, ami belül van, ami fáj nekünk, mert akkor meg tudjuk oldani, ha nem, bennmarad, és következő indulatokat szülhet. A történtek előzménye az, hogy több helyi lakó Facebookon lázadt fel a ditrói pékségnél alkalmazott két srilankai vendégmunkás miatt. A közösségi oldalon megjelent hozzászólások keltették fel a sajtó figyelmét, ezért nemzetközi szintű visszhangot kapott a téma. A falu gyűlésen kiderült, hogy a vállalkozót hibáztatják a legtöbben a kialakult helyzet miatt. Bíró Károly segédlelkész, az érintettek hangadója felszólalásában körvonalazta a problémájukat. Én megértem, hogy neki is nehéz, és biztos, hogy nehéz irányítani egy ilyen hatalmas céget. Kívánom, hogy tegye teljes erővel, egészséggel. De arra kérem, hogy vegye figyelembe a mi vágyainkat, kéréseinket, minket alkalmazzon, minket segítsen. Hiszen a tendenciánk nagyon gyenge, és nem tudom miért van ez. A Jóisten, mintha elhagytuk volna magunkat. Szerintem a Jóisten minket segít, és tényleg azon vagyunk, hogy ezt megtegyük. Nem a külföldiekkel van problémám, hanem egy olyan helyzet állt elő itt Székelyföldön, amit nem tudunk irányítani, és mintha nem akarnánk irányítani. És az az érzésem, hogy sok jó néhány vezető személy nem akar ebben segíteni nekünk, hanem hagyják, hogy elmenjünk innen. Hagyják, hogy innen a családjainkat elvigyük. Jó néhány családnak úgy van megoldva a helyzete, hogy a családfő elmegy, és az asszony itt marad a gyerekekkel együtt. Miért kell szétbomlasztani a családokat? Miért nem lehet megoldani azt, hogy a családfők is itthon tudjanak dolgozni, hiszen ezt meg mi székelyek probléma megoldó képesek vagyunk. Meg tudjuk csinálni, csak a vezetők is ebben segítséget kell nyújtsanak. A jelenlévők köréből más helyi vállalkozó is véleményt formált, viszont a felszólalók többsége egykori alkalmazottként a pékségben átélt negatív tapasztalataikról számoltak be. Több hozzászóló az alkalmazásokkal kapcsolatos problémákat, az alacsony fizetéseket, a nem megfelelő bánásmódot emelte ki, de hangot adtak félelmeiknek is, mondván, hogy nem a két srilankai vendégmunkással van bajuk, hanem attól félnek, hogy őket újabb külföldi munkavállalók követik. Én azt gondolom, hogy amikor valaki
Romániában, azon belül Erdélybe vállalkozás csinál, az tudja, hogy nem könnyű dolog. Tudja azt, hogy lesz gondja vele, tudja azt, hogy tudnia kell pontosabban azt, hogy valójában feltérképezzük azt, hogy kinek adjuk el az árunkat, vagy bármit, amit gyártunk, de azt is, hogy kivel fogunk dolgozni. Hogyha van, akivel dolgozzunk, akkor nincs gond. Ha nincs, akivel dolgozzunk, akkor kinevelünk magunknak, tanítatunk magunknak helyi közösségből, szomszéd településekből olyan személyeket, akik erre alkalmasak lesznek, és akik a továbbiakban minket segíteni fognak. Én, ha megengedik, egy mondatot még hozzáteszek ehhez az egészhez, mert mélységesen felháborodtam az elmúlt időszak dolgain. Azt, ahogy nem tetszik az, ahogy a média minket lefestett, lassan Kelet-Európa legsötétebb települése leszünk, ha így folytatják. Nem mondták a valós oldal, csak fél oldalról. Pártatlanul kell írniuk, meg kérem szépen. Tulajdonképpen én azt gondolom erről az egész dologról, hogy nem jutottunk volna idáig, és nem jutott itt Róinék idáig, ha nincsen a problémának egy nagyon mély gyökere, amit fel kell kutatni, és ezt kell megoldani békésen, türelmesen, normálisan. Én azt gondolom, hogy a helyzetünk kialakulásáért nagy mértékben felelősek a fiatalok is, akik eltávoztak tőlük, nem maradtak itt, hogy dolgozzanak. Nagyon felelősek azok, akik a középkorosztály, fiatal korosztály, nem visszahozzák a pénzüket, adjanak nekünk a fiataljainknak munkahelyeket, biztosítsanak, hozzák vissza a tudásukat, hozzák vissza az idegen nyelv, szakmai tudásukat, és akkor nem csak múltunk lesz, hanem talán jövőnk is. Mi nem papír munkás? Érdekes, hogy aki megfizeti, az nem kell hirdesse a kábel tévén, hogy munkaerőre van szüksége. Az elmúlt hónapokban más nem lehetett nézni a kábel tévén, Maros utcába keresnek munkást, a pékségbe keresnek munkást. Pedig közvállalkozó is van a faluban. Az embert meg kell fizetni, és akkor van munkaerőhiány, és mindenféle. A vendégmunkásokról annyit szeretnék mondani, hogy tegyük fel, dolgozgatnak, most beszéljek 2-ről, vagy 7-ről, mert még jön 5, ugye? Dolgozgatnak 2 évet, tegyük fel. 2 év után mi lesz, hazamennek? Akkor nem lesz nekik magasabb fizetésre szükségük? Csabinak nem lesz munkaerőre szüksége 2 év után? Nem hiszem. Nagyon jól tudjuk mindenki, hogy nem fognak hazamenni. Elterjed a hír, még egyet gondol 4-5 vállalkozó, ditrói azt mondja, hogy hát a Csabinak milyen jó, minden gondja meg van oldódva, vannak munkásai, hát én is azt csinálom. Minden vállalkozó... Tegyük fel, hogy csak 5 vállalkozó hozzon be 6 vendégmunkást a faluba. X évre. Az már hány személy? Eltelt 2 év, kérik a letelepedését, s megkapják, mert miért ne kaphatnák még? Akkor hozzák a családjaikat, és mikor eltelik 4-5 év, észrevegyük, hogy Ditró község házainak negyedit színesbőrűek lakják. Mi ettől félünk. Nem a két srinlankaitól félünk csak, hanem a következményektől félünk. Még egy annyit szeretnék elmondani, hogy következetesen kell gondolkozni. Nem csak a hónapról van szó, és hónap utánról, hogy dolgozik késünk a pékségbe, és az emberek föl vannak háborodva, mert a média ezt mondta. De itt nem csak erről van szó, hanem itt a jövőnkről van szó, a gyermekeinkről, az unokáinkról, és soknak a dénunokáiról van szó. Egyszerűen alacsonyak a bérük, és nem rasszisták vagyunk, hanem meg szeretnénk élni. Tehát nem akarok nevet mondani, de aki 4 leét, órabérét dolgozik, az persze, hogy jogosan fél attól, hogy elveszik még azt is tőle, a szülőfalujába. Tehát ez nem személyeskedés, se főnök, senki, nem akarok megbántani, de viszont ez ellen egy kicsit valamit kéne tenni, ha uniós állampolgárok vagyunk, akkor zárkózzunk fel egy kicsit a pénzzel is, nem csak egyes emberek. Bajko Tibor Ditró szülöttjeként és az Arbor Vállalkozók Szövetségének képviseletében elmondta,
hogy a kialakult helyzetet látva jobb lett volna, ha helyi munkaerőt alkalmaz a cég, és ha ez nem volt megoldható, akkor a Sri Lankáról hozott vendégmunkásokkal kapcsolatos tudnivalókat hatékonyabban kellett volna kommunikálni a közösségnek, még akkor is, ha erre a törvény nem kötelezi a vállalkozást. Ezt követően pedig a jelenlévőkhöz szólt. Nem hiszem, kedves jelenlévők, hogy önök, mi szívünk mélyén gyűlölködők lennénk. Nem hiszem, hogy önök, mi két ember miatt kifordítanán vitrót a sarkából. Azt gondolom, hogy önök, kedves jelenlévők, egy vállalkozóval kerültek teljesen ellentétbe. Ez lehet régi sérelmek miatt, mint hogy itt elhangzott többször. Lehet, hogy láttak törvénytelenséget, és talán ez fölháborított önöket. Lehet, hogy nagy a fájdalom azokban, akik az említett cégnél voltak alkalmazásban, és esetleg sérültek a jogaik. De ha gondjuk van a pénzség vezetőivel, hát közösítsék ki, foglaljanak állást, ne hívják meg sehova, ne köszönjenek neki, amíg a hibáit helyre nem hozza. De arra kérem tisztelt jelenlévők, hogy ne ártsanak, ne ártsunk a ditrónak. Tisztelettel kérem, ne járassuk le, ne járassák le ditrót teljesen itt a Székelyföldön, Erdélyben és a Kárpát-medencében. Ez a település olyan embereket adott több mint 100 esztendőn keresztül a világnak, hogy nem érdemli meg, hogy nevetségesé váljon, hogy rasszistának kiáltsák ki. Mi ditróiak nem érdemeljük meg, hogy gyűlölködőként tartsanak számon, ezt írja rólunk a sajtó. Nem érdemlik meg a gyerekeink, kedves jelenlévők, hogy megbélyegezettek legyenek a következő 10-15 esztendőben a nagyvilágban. Meggyőződésem, hogy a jó Istennek tetszik, ha megmondjuk a véleményünket. De ne úgy, hogy uszítunk, esetleg fölbújtatunk másokat arra, hogy törvénytelenséget kövessenek el. Én el sem merem ismételni azokat a szavakat, amelyeket a Facebookon olvastam, láttam. A felszólalások során több lakos nehezményezte a média szerepét az ügyben, amiért a rasszizmus bélyegét sütötték a falura. Barti Tihamér, a Gyergyó területi RMDS elnöke elmondta, hogy a ditróiak békés emberek. Ez a közösség, mint minden munkás székely közösség, saját maga rendezte és rendezi a dolgait. Az, hogy van egy feszültség egy vállalkozás és a közösség között, ezt mi itt meg kell tudjuk és meg is fogjuk oldani. Bende Sándor RMDSS képviselő a ditrói értékekről beszélt, majd hozzátette, hogy egyre nagyobbak a szociális problémák, amelyek az évek hosszú során gyűltek fel. Mindenkiben van valamennyi hiba. A vállalkozóban, van hiba a munkavállalóban, van hiba a közösségben, van hiba talán a minden szintű politikában is, hiszen valószínű, hogy bizonyos döntésekkel azt segítjük, hogy a fiataljaink ne tudjanak itthon megélni, ne tudjanak itthon megmaradni. Ezeken a dolgokon változtatnunk kell, és talán ditrónak ez is kell legyen az üzenete a médiában, hogy valami nem megy jól, és nem csak ditróban, hanem Erdély szerte, hanem Románia szerte, ilyen szerű gondjaik vannak. Vannak, ahol megmozdulnak, vannak, ahol nem. Az erőszakkal viszont nem tudunk egyetérteni, és nem fogunk egyetérteni. Be kell bizonyítsuk azt, hogy ditró közössége vendégszerető közösség, ditró közössége egy keresztény közösség. Mindkét politikus egyébként reményét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy Gyergyó Ditró nem csak a mostani események kapcsán fog a jövőben a figyelem középpontjába kerülni. Többen nehezményezték, hogy a gyűlésen nem volt jelen a pékség tulajdonosa, aki levélben fogalmazta meg mondandóját. Eszerint a vállalata a szakember hiány miatt volt kénytelen alkalmazni a két vendégmunkást, ez pedig teljes mértékben a Romániában hatályos jogszabályok betartásával történt. Belefoglalták, hogy a két vendégmunkás csak munkaidejükben tartózkodnak majd a településen, illetve azt is, hogyha fél éven belül sikerül helyi munkaerőt találniuk, akkor eltekintenek a további külföldi vendégmunkás alkalmazásától. Mindemellett a cég elnézést kért a községtől, amennyiben a vendégmunkások alkalmazása bárkit is megsértett. A fórumon összegyűltek, hangos nem tetszésüket fejezték ki a levélben foglaltakkal kapcsolatosan, és arra a döntésre jutottak, hogy petíciót fogalmaznak meg a vállalkozás felé, amelyben kérik a munkakörülmények javítását, és azt is, hogy további vendégmunkások alkalmazása ne történjen meg.
Gyűlöletkeltés, illetve diszkrimináció miatt indít bűnvádi eljárást a Hargita megyei rendőr főkapitányság, miután szerdán több száz ditrói lakos gyűlt össze a község központjában, hogy a helyi pékség két sri lankai vendégmunkása ellen tiltakozzon. Az elkövetkezendőkben megvizsgálják a szerdai tiltakozás pontos körülményeit, illetve hogy kik vonhatók felelősségre azért. A büntető törvénykönyv szerint a bírósági döntéstől függően 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak. Ugyanakkor Violeta Alexandru munkaügyi miniszter is meglepődéssel értesült a gyergyóditrói közösség magatartásáról a munkavállalókkal szemben, és információkat kért velük kapcsolatban a területi munkaügyi felügyelőségtől. Mindeközben pedig mentené a két vendégmunkást egy moldvai vállalkozó, és a Kolozs megyei önkormányzat is azzal, hogy vendéglőbe, illetve megyei önkormányzati alintézménybe alkalmaznák őket. A minisztérium újra kampányt indít a humán papilloma vírus oltást illetően. Az oltási kampányt egy tájékoztató fogja megelőzni, amelynek során a humán papilloma vírus veszélyeire és az oltás előnyeire hívják fel a lakosság figyelmét. Januárban megkezdték a humán papilloma vírus oltások ingyenes beadását. Az első 20 000 adag vakcinát már szétosztották a közegészségügyi igazgatóságok között. A kampány során 2020. januárjától a házi orvosi rendelőkben ingyenesen oltják be azokat a 11 és 14 év közötti lányokat, akik részére 2017-ben és 2018 folyamán kérelmezték a beoltást, akkor is, ha időközben meghaladták a 14 éves kort. Viktor Kosztáki egészségügyi miniszter január 16-án az egészségügyi szaktárca által szervezett szemináriumon kifejtette, Románia az egyetlen ország Európában, ahol még mindig csak beszélgetünk a méhnyakrák elleni vakcináról. A minisztérium újra kampányt indít a humán papillomavírus oltást illetően. Az oltási kampányt egy tájékoztató kampány fogja megelőzni, amelynek során a humán papillomavírus veszélyeire és az oltás előnyeire hívják fel a lakosság figyelmét, közölte a miniszter. A szaktárca és a forgalmazó között 4 éves időtartamra megkötött keret megállapodás értelmében az oltás adagok száma 2 100 000-ig növelhető az igényektől függően. Az egészségügyi minisztérium felhívást intézett a szülőkhöz, hogy tájékozódjanak a családorvosoknál a kampányról, valamint a családorvosokhoz is, hogy helyes és érthető módon tájékoztassák a szülőket a HPV oltásról. A legnagyobb székely Orbán Balázs halálának 130. évfordulójára emlékeztek a gyergyószentmiklósiak. A Virágnegyedi Parkban állított mellszobornál vasárnap a Gránátalma Egyesület és a gyergyószentmiklósi unitárius egyházközség szervezésében. A kegyelet virágainak elhelyezését megelőző rövid program keretében énekelt a Fogarasi Mihály Általános Iskola Kikerics népdal csoportja. A legnagyobb székely annyira szívünk meg és az emléke annyira velünk van, hogy a Balázs nappal őt asszociáljuk, és úgy alakult, hogy ezen a napon mindig ünnepséget tartunk. Ezekkel a gondolatokkal indította a február 2-ai megemlékezést Kisporti Kirén néprajzkutató a szervezők részéről. Ezt követően a szokásos életrajzi leírás helyett ezúttal Orbán Balázs hitvallásából olvasott fel részletet. Atyám maradásra határozta magát, s én áldom érette, mert inkább vagyok szegény magyar, mint gazdagon világpolgár, mert inkább ragaszkodom ez őseim vére által, ezen annyi nemes szenvedés által szentesített földhöz, mint a világ bármely idegen boldog országához. Ennek szellemében kérte fel a Fogarasi Mihály Általános Iskola 4. Step by Step osztályosainak Kikerics népdal csoportját, hogy hallassák hangjukat. Édes kedves gyönge rózsám, csak egyet mondok, a szívemből eloszolnak minden gondok. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Orbán Balázs halálának 100. évfordulójára írt verset a megemlékezés alkalmával Kercsó Attila szavaló tolmácsolásában hallhatta a közönség. Most látjuk, igazat szólt a gyarló korporé. Így igaz, nemes ember. Szinte valamennyien, akik a megemlékezésen jelen voltak, Isten házából érkeztek, ezért György Balázs római katolikus lelkészt, Mátyás István református lelkipásztort és a szervezőtárs Tőkés Bence Zsuzsanna unitárius lelkész asszonyt kérték fel az áldásra. Mennyei atyánk, tekints ránk, akik most itt összegyűltünk Orbán Balázs tiszteletére. Azért fászkodunk hozzád, hogy élesz bennünk azt a
hatalmas kincset, amit te népünkbe helyeztél. A imában az előbb elhangzott, hogy a kincs bízatott ránk, sokféle kincset gyűjtött össze, és a kincsnek a fontosságát hangsúlyozta Orbán Balázs, és a nyomában itt akár a vers, akár az énekek. Mert Isten, hogy ennek a kincsnek a megőrzőiként és továbbadóiként mi is a Szentlélek erejével és az ő tőle kapott lelkesítő hatással tudunk helytállni. Adja a jó Isten mindannyiunk számára, hogy mi Orbán Balázs példája mögé állva, a mi magunk kicsi, egyszerű közösségünkben tudjuk a nagy cselekedeteinket, amiket csak tudunk megtenni. Az emlékünnepen koszorúzással tisztelegtek a jelenlévők, majd a himnuszok eléneklésével ért véget a megemlékezés. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve a Szent István Római Katolikus Templomban február 6-án 18 órától elkezdődik a Szentség Imádás Iskolája című lelki program. Ennek keretében 12 találkozó lesz majd, az érdeklődők előadást hallgatnak, illetve rövid szentségimádás is lesz. Gyergyószent Miklóson játszott két újabb mérkőzést a Gyergyói Hoki Klub az Erste Liga középszakaszának alsóházában. Pénteken este a fehérvári titánokat fogadták a pirosfehérek, és 4-2-re nyertek. A házigazdák góljaiból 2 Tendler, 1-1 pedig a Rupert testvérek lőttek. Vasárnap fölényes győzelmet arattak a gyergyóiak a Hoki Klub Budapest ellen, ugyan a harmadik harmadban kétszer is betaláltak a vendégek, de összességében nem jelentettek veszélyt a remekül játszó pirosfehéreknek. A Gyergyói Hoki Klub góljaiból 2 ismét Tendler ütött, de Valdix, Péter Zsolt és Ryan Rupert is eredményes volt. Ezzel bebiztosította a csapata rájátszásba jutását. Legközelebb február 12-én a fehérvári titánok otthonában játszik a GHK. A Tusnád fürdői és gyergyószárhegyi teremtornákkal elkezdődött a 2019-2020-as Hargita megyei teremlabdarúgó bajnokság alapszakasza. A gyergyói zónában a házigazda Bástya mellett a Csíkszentdomokosi SE, a Balánbányai Bányász, a Szépvízi Mű és az Intergyergyó U19 csapata harcolt a továbbjutásért. Az udvarhelyszéki csapatok később lépnek pályára. Szombaton elkezdődött a Hargita megyei terem labdarúgó bajnokság új idénye. A Hargita megyei labdarúgó egyesület idén 3 földrajzi fekvés alapján kialakított csoportban rendezi meg a megyei terem labdarúgó bajnokság alapszakaszát, amelyet majd a döntő zár. Elsőként a Csiki és a Gyergyói medence csapatai léptek pályára, előbbiek Tusnádfürdőn, utóbbiak Gyergyószárhegyen játszottak. Itt a házigazda Bástya mellett a Csíkszentdomokosi SE, a Balánbányai Bányász, a Szépvízi Mű és az Intergyergyó U19 csapata lépett pályára. A végeredmény szerint a gyergyói csoportban az első helyen 5 ponttal a Balánbányai Bányász csapat végzett, a második az Intergyergyó lett 4 ponttal, a harmadik szintén 4 ponttal a Szárhegyi Bástya, és negyedik helyen végzett a Szépvízi Mű. Mindkét csoportból az első két helyezett jutott tovább. Az udvarhelyi körzetben február 8-án rendezik meg a tornát Székelykeresztúron. Több hónapos késéssel ugyan, de elkezdődött a romániai női jégkorongbajnokság. A pontvadászatban idén is 3 csapat vesz részt, 2 székelyföldi és 1 bukaresti. Az első mérkőzést szombaton rendezték a Vákár Lajos műjégpályán, ahol a Csíkszeredai Sportklub a Gyergyószent Miklósi Fox SK-t fogadta. A házigazdák 4-1-re győztek, a gyergyói gólt Áná Vojku szerezte. A bajnokság szombaton és vasárnap Csíkszeredában folytatódik, akkor a bukaresti Triumf a csíkiakkal és a gyergyóiakkal is találkozik.
Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a viszontlátásra! We'll be right back.